Sziasztok! Folytatjuk Stíla Prabhupáda könyvek felolvasása születésen és halálon túl. Negyedik rész. A varázsige. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Az univerzumon túli világ. Ha még az univerzum felső bolygóin is a születés és a halál az Úr, akkor miért törekszenek a nagy jógik arra, hogy eljussanak oda? Misztikus hatalmuk ellenére ezek a jógik hajlanak rá, hogy élvezzék az anyagi élet nyújtotta lehetőségeket. A felső bolygókon hihetetlenül hosszú ideig lehet élni. Ezeknek a bolygóknak az időszámításáról beszél Sri Krishna. Sahasra yuga pariyantam aharyad brahmano viduh ratrim yuga saharastam teho ratra vidu yana. Ezer földi korszak Bráma egy napja, másik ezer egy éjszakája. Bhagavad Gita 8.17. Egy júga 4.300.000 évig tart. Ezt a számot 12-vel megszorozva megkapjuk Bráma 12 óráját a Bráma Lóka bolygón. Egy másik 12 óra az éjszaka. 30 ilyen nap elegendő egy hónap, egyenlő egy hónappal, 12 hónap egy évvel, és Bráma 100 ilyen évig él. Ezen a bolygón az élet valóban hosszú, ám évbilliók után Brámalóka lakóinak mégis szembe kell nézniük a halállal. Nem szabadulhatunk meg a haláltól, amíg nem jutunk el a lelki bolygókra. Avyaktad vi aktah yah sarva prabhavanti ahar agame. Rátri agame prali iante tatrai vai katta saminnake. Bráma napjának hajnalán élőlények sokasága kell életre, alkonyán pedig mind megsemmisül. Bhagavad Gita 8.18. Bráma napjának végén víz önti el az alsó bolygórendszereket, és az ottani lények megsemmisülnek. A pusztulás után, s miután letelt Bráma éjszakája, reggel, amikor Bráma felkel, megint teremtés következik, és ezek a lények mind életre kelnek. Az anyagi világ tehát a teremtés és a pusztítás alárendeltje, ez a természete. Buddha grama sa evayam, butva butva praliate, rátri agame vasah parta, prabhvati ahar agame. Ó Párta, újra meg újra jön a nap, élénk lények tömegét hozván, de a következő éjszakára mind eltűnnek reménytelenül. Bhagavad Gita 8.19. Bár az élő lényeknek nem tetszik ez a pusztulás jön és elárasztja a bolygókat, míg csak a bolygók minden élőlénye vízben nem merül Bráma éjszakáján. A nappal közelettével azonban a víz fokozatosan eltűnik. Párás tásmát tu bávó nio viakto viakta Sanatana, Jássá Sárvesú, Butesú, Nas Jácsú, Na Vinas Jati. Ám létezik egy másik természet is, amely ehhez a megnyilvánult és megnyilvánulatlan anyaghoz képest örök, transzcendentális, páratlan és sohasem semmisül meg. Az a világ még akkor is megőrzi lelki eredetét, létét, amikor ebben a világban már minden megsemmisült. Bhagavad Gita 8.20. Nem tudjuk felmérni az anyagi univerzum kiterjedését, de a védákból megtudhatjuk, hogy a teremtésben millió és millió univerzum van, az anyagi univerzumok mögött pedig egy másik lelki világ található. Ott minden bolygó örök, és a rajtuk élő lények szintén örök életűek. Ebben a versben Bhavan szó természetet jelent, s jelen esetben egy másik természetre utal. Ebben a világban is kétféle természetet figyelhetünk meg. Az élőlények lélek, s amíg az anyagban van, addig az anyag mozog, ám amint a lelki szikra elhagyja a testet, a test nem mozdul. A lelki természetet Krishna felsőbbrendű természetének nevezik, még az anyagit az alsóbbrendűnek. Emögött az anyagi természet mögött egy felsőbbrendű, tökéletesen lelki természet van. Tapasztalati tudással ezt lehetetlen megérteni. Millió és millió csillagot láthatunk a távcsövön keresztül, de nem tudjuk megközelíteni őket.
tisztában kell lennünk képességeinkkel. Ha az anyagi univerzumot nem vagyunk képesek tapasztalati tudással megismerni, akkor mi az esélyünk arra, hogy megértsük Istent és az ő birodalmát? Tapasztalati úton ez lehetetlen. A Bhagavad Gita hallgatásával kell megértenünk. Tapasztalati úton nem érthetjük meg, hogy ki az apánk. Anyánk szavát kell meghallgatnunk és hinnünk kell neki. Ha nem hiszünk neki, nincs más lehetőség, hogy tudáshoz juthassunk. Hasonlóan, ha ragaszkodunk a Krisna tudatos folyamatokhoz, minden tudás megnyilvánul számunkra a Krisnáról és birodalmáról. Parashtu Bhava azt jelenti felsőbbrendű természet. A Vyakta szó pedig arra utal, amit megnyilvánultnak látunk. Láthatjuk, hogy az anyagi természet a Földön, a Napon, a csillagokon és a bolygókon keresztül nyilvánul meg. Emögött az univerzum mögött azonban van egy másik természet, az örök természet. Avyaktat Sanatanah. Ennek az anyagi természetnek van kezdete és vége, de a lelki természet, Sanatanah, örök, nincs sem kezdete, sem vége. Hogyan lehetséges ez? Amikor egy felhő úszik az égen, úgy tűnhet, hogy hatalmas területet borít be, de valójában az egész égboltnak csupán jelentéktelen foltját takarja el. Parányiak vagyunk, ezért ha a felhő eltakar néhány száz méter földet a szemünk elől, nekünk úgy tűnik, hogy az egészet eltakarja. Hasonlóan az egész anyagi univerzum olyan, mint egy kicsiny, jelentéktelen felhő a hatalmas lelki égen, s a Mahat Tattva az anyag burkolja be. Ahogy a felhőnek van eleje és vége, az anyagi természetnek szintén van eleje és vége. Amikor eltűnnek a felhők és az ég kitisztul, akkor mindent eredeti formájában látunk. A test olyan, mint egy felhő, amely elhalad a szellemi lélek fölött. Egy darabig ott marad, melléktermékeket hoz létre, hanyatlani kezd és azután elenyészik. Minden anyagi jelenségnél megfigyelhetjük, hogy ki van téve az anyagi természet hat átalakulásának. Létrejön, növekszik, egy darabig állandósul, melléktermékeket hoz létre, csökken és elenyészik. Krisna utal rá, hogy a változó, felhőhöz hasonló természet mögött ott van a lelki természet, ami örök, s ráadásul amikor az anyagi természet megsemmisül, ez az Avyaktat Sanatanah megmarad. A védikus írások számos tudnivalóval szolgálnak az anyagi és lelki világról. A Srimad Bhagavatam második éneke a lelki égről és lakóiról beszél. Még azt is megtudhatjuk, hogy a lelki égen lelki repülőgépek szállnak, és a felszabadult lények úgy utaznak ezekkel a repülőgépekkel, akár a villám. Minden, amit itt látunk, az ott valóságosan megtalálható. Itt az anyagi világban minden csak utánzat, az árnyéka annak, ami a lelki világban létezik. Ahogyan a moziban is valódinak csupán a látszatát vagy a mását látjuk, a Srimad Bhagavatam azt mondja, az anyagi világ sem más, mint az anyag kombinációja, a valóság után mintázva, ahogy a kirakati próbababát egy lányról mintázták. Minden józan ember tudja, hogy a próbababa utánzat. A Srira Swami azt mondja, hogy mivel a lelki világ valóságos, ez az anyagi világ, amely csupán utánzat, valóságosnak tűnik. Meg kell értenünk a valóság jelentését. A valóság olyan létezés jelent, ami nem enyészik el. A valóság örökké valóságot jelent. Nasato vidyate bávó, nabhavo vidyate sata, uphajor api dristro nitas, tv anajos tatva darsibi. Az igazság látnokai arra a következtetésre jutottak, hogy a nem létezőből nincsen állandóság, a létezőből pedig nincsen megszűnés. A látnokok erre mindkettő alapos tanulmányozásával jöttek rá. Bhagavad Gita 2.16. Pardon. Az igazi élvezetet Krisna, míg az anyagi élvezetet, amely átmeneti, nem valóságos. Az igazi élvezet Krisna, míg az anyagi élvezet, amely átmeneti, nem valóságos. Akik a maguk valójában látják a dolgokat, azok nem az árnyékot élvezik. Az emberi élet igazi célja az, hogy eljussunk a lelki világba, ám ahogy a Srimad Bhagavatam rámutat, a legtöbb ember mit sem tud erről. Az emberi élet arra való, hogy megértsük a valóságot, és eljussunk oda. Minden védikus írás azt tanácsolja, hogy ne maradjunk ebben a sötétségben.
Az anyagi világ természete a sötétség, de a lelki világban ragyog a fény, noha nem világítja meg sem tűz, sem elektromosság. Krisna említést tesz erről a Bhagavad Gita 15. fejezetében, 15.6. Natad Bhasyate Suryo, na Shashanko na Pavakah, Yad Gatvana Nivartante, Tad Dama Paramam Mama. Az én legfelsőbb hajlékomat nem nap, hold vagy elektromosság ragyogja be. És legyen az bárki, ha egyszer eljut oda, többé már nem tér vissza az anyagi világba. A lelki világot megnyilvánulatlannak nevezik, mert anyagi érzékekkel nem lehet felfogni. Avyaktok sára itu ukas, uktas, tam ahuh paramam gatim, jam praj prapja na niv vártante, tad dáma paramam mama. Azt a legfelső világot megnyilvánulatlannak és múlhatatlannak hívják. Az az én legfelsőbb hajlékom, és a legvégső cél. Aki egyszer eljut oda, nem tér többet vissza. Bhagavad Gita 8.21. Ez a vers hosszú utat sejtett. Képesnek kell lennünk arra, hogy behatoljunk a külső űrbe, átszeljük az anyagi univerzumot, behatoljunk a burkába, és bejussunk a lelki égbe. Paramam Gatim. Ez a legmagasabb rendű utazás. Nem nagy dolog néhány ezer mérfölddel eltávolodni ettől a bolygótól, majd visszatérni. Ez a fajta utazás nem egy hőstett. Keresztül kell jutnunk az egész anyagi univerzumon. Ez azonban űrhajókkal nem lehetséges. Csak is a Krisna tudat segítségével tehetjük meg. Aki elmerül a Krisna tudatban és halála pillanatában Krisnára gondol, az azonnal eljut oda. Ha el akarunk jutni abba a lelki világba, és örök, örömmel és tudással teli testre vágyunk, akkor már most el kell kezdenünk egy Sat-Chit Ananda test kialakítását. Azt mondják, Krisna teste Sat-Chit Ananda, Ishvara Paramah Krishna Sat-Chit Ananda Vigraha. Nekünk is hasonló tudással és boldogsággal teli örök testünk van, de nagyon parányi, ezért az anyag ruhája fedi. Ha valahogyan le tudunk mondani erről a csalóka ruháról, akkor eljutunk a lelki királyságba, és ha valaki egyszer elérte a lelki világot, akkor nem kell többé visszatérnie. Yam prapya na nivartante. Mindenkinek meg kell kísérelnie, hogy eljusson Krisna legfelsőbb hajlékára. Dama paramam. Krisna maga jön el, hogy visszahívjon bennünket. Ellát bennünket irodalommal és úti könyvekkel, valamint hiteles képviselőit is elküldi. Ki kell használnunk a lehetőséget, amit ebben az emberi létformában kaptunk. Annak, aki eléri a legfelsőbb hajlékot, nincs többé szüksége vezeklések, lemondások, jóga meditációk és ehhez hasonlók végzésére, aki pedig nem jut el oda, annak minden vezeklés és lemondás csupán haszontalan időpazarlás. Az emberi életforma esélyt ad, hogy megkapjuk ezt az áldást, az állam, a szülők és a tanárok kötelessége pedig az, hogy felemeljék azokat, akik megkapták az emberi életforma kínálta lehetőségeket, hogy elérjék az élet tökéletességét. Csak enni, aludni, párzani és veszekedni, mint a kutyák és macskák, ez nem civilizáció. A megfelelő cél érdekében ki kell használnunk ezt az emberi életformát. Ezt a tudást annak szolgálatába kell állítanunk, hogy felkészüljünk a Krisna tudatban arra, hogy minden áldott nap 24 órán keresztül Krisnában merüljünk el, s a halál idején azonnal a lelki világba jussunk. Purusa Sapara Partya Partha Bhaktiya Lapyas Tve Ananyaya Yashyantah Stani Bhutani Jena Sarvam Idam Tatam. A mindenkinél hatalmasabb istenség legfelsőbb személyiségét kizárólag vegyítetlen szeretettel lehet elérni. Habár lelki hajlékán tartózkodik, mégis áthat mindenen, és ő benne van minden, ami létezik. Bhagavad Gita 8.22. Ahogyan ez a vers utal rá, a bhakti az a folyamat, amelyet követnünk kell, amennyiben el akarunk jutni a legfelsőbb hajlékra. Bhaktia odaadó szolgálatot jelent, meghódulást a legfelsőbb úr előtt. A bhaktia szó töve, a bjáj, ami azt jelenti szolgálat.
A bhakti szó meghatározását a Naranda Pancharatrában találjuk meg, megjelölésektől mentes. Ha valakinek eltökélt szándék, hogy megszabadul minden megjelöléstől, ami a tiszta szellemi lélekhez tapad, és amelyek a testnek köszönhetően keletkeznek és mindig változnak, amikor a test változik, az elérheti a bhaktit. A bhakti azt jelenti, hogy valaki felismeri, ő egyáltalán nem anyag, hanem tiszta lélek. Valódi énünk nem ez a test, amely csupán befedi a lelket. Valódi énünk dásza, vagyis Krisna szolgája. Amikor valódi azonosságunk szerint foglaljuk el helyzetünket és Krisnát szolgáljuk, akkor bhakták vagyunk. Hrishikesha sevanam. Amikor érzékeink mentesek az anyagi megjelölésektől, akkor az érzékek mesterének, Hrishikeshának, Krisnának a szolgálatába állítjuk őket. Ahogy Rupa Goszvámi rámutat, Krisnát szeretettel kell szolgálnunk. Általában anyagi célból, anyagi nyereségért akarjuk Istent szolgálni. Természetesen jobb, ha valaki anyagi nyereség reményében fordul Istenhez, mintha egyáltalán nem lépne felé, de meg kell szabadulnunk az anyagi haszonvágytól. Célunk az legyen, hogy megértsük Krisnát. Természetesen Krisna határtalan, ezért lehetetlen megérteni őt, de el kell fogadnunk azt, amit meg tudunk érteni. A Bhagavad Gita legfőképpen a mi megértésünk érdekében keletkezett. Ha így teszünk szert tudásra, akkor tudnunk kell, hogy Krisna elégedett és szeretettel kell szolgálnunk őt az ő élvezetére. A Krisna tudat hatalmas tudomány, végtelen mennyiségű irodalommal, amelyet a bhakti elérése érdekében kell tanulmányoznunk. Purushah Sapara. A lelki világban a legfelsőbb úr a legfelsőbb személyként van jelen. Megszámlálhatatlan önragyogó bolygó van ott, és mindegyiken Krisna egyik kiterjedése lakik. Négy karjuk és számtalan nevük van. Mindannyian személyek, nem személytelenek. Ezeket a purusákat, személyeket nem kihívóan filozófiai spekulációval, kitalációkkal vagy testgyakorlatokkal lehet megközelíteni, hanem bhaktival, odaadással, amelyet nem ingatnak meg a gyümölcsöző tettek. Mi jellemző a purusára, a legfelsőbb személyre? Yashantah stani butani jena sarvam idam tatam. Minden élőlény és minden más benne van. Ő mégis mindent áthatva kívül van mindenen. Hogyan lehetséges ez? Olyan ő, mint a nap, amely egy helyben áll, sugarain keresztül mégis mindenhol jelen van. Bár Isten Dhamma Paramyam él, energiái mindenhová eljutnak. Ő nem különbözik az energiáitól, ahogyan a napsugár és a nap sem különböznek egymástól. Mivel Krisna és energiái nem különböznek egymástól, ha fejlettek vagyunk az odaadó szolgálatban, akkor mindenhol láthatjuk Krisnát. Premanyana Churita Bhakti Vilocencha Nena, bocsánat, Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti. Govindát imádom, az Istenség személyiségét, akit az Isten szeretet írjával bekent szemű tiszta bakták mindig a szívükben látnak. Govindát imádom, az Istenség személyiségét, akik az Isten szeretet írjával bekent szemű tiszta bakták mindig a szívükben látnak. Komoly. Brahma Samhita 5.38. Azok, akiket eltölt az Isten iránti szeretet, örökké maguk előtt látják Istent. Nem úgy történik, hogy tegnap este láttam Istent, és most már nincs többé jelen. Krisna mindig jelen van annak, aki Krisna tudatos, és mindig láthatja őt. Csak ki kell fejlesztenünk a szemeket, hogy láthassuk. Anyagi kötöttségünk, érzékeink befedettsége miatt nem tudjuk megérteni azt, ami lelki. Ettől a tudatlanságtól azonban megszabadulhatunk a Hare Krisna éneklésének folyamatával. S hogy hogyan? Az alvó embert fel lehet ébreszteni hangvibrációval. Noha az alvó minden tekintetben öntudatlan, nem lát, nem érez, nem szagol, stb. A hallószerv mégis olyan érzékeny, hogy csupán hangvibráció segítségével az alvó embert fel lehet ébreszteni. A lelket most hasonlóan álom tartja fogva, az anyagi kapcsolat álma,
de a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, transzcendentális hangvibrációval fel lehet ébreszteni. A Hare Krishna nem más, mint a legfelsőbb úrnak és energiáinak megszólítása. Hare energiát jelent, Krishna pedig a legfelsőbb úr neve, így amikor a Hare Krishnát énekeljük, akkor azt mondjuk, ó Uram energiája, ó Uram, kérlek, fogadj el engem. Nincs más imánk arra, hogy az Úr elfogadjon bennünket. Nem a mindennapi kenyérért imádkozunk, hiszen azt mindig megkapjuk. A Hare Krishna nem más, mint a legfelsőbb úr megszólítása, melyel arra kérjük őt, fogadjon el bennünket. Maga az Úr Chaitanya Mahaprabhu így imádkozott. Ainanda tanuya kinkaram, patimam mam visamme bhavam buddhahu, kripaya tava pada pankaya, stita duli sadrisam vicintaya. Ó, Nanda Maharaja fia, örök szolgád vagyok, ám valahogy beleestem a születés és halál óceánjába. Kérlek hát, emelj ki a halál óceánjából, s tégy egy atommá lótuszlábaidnál. Siksastaka 5. Az óceán közepébe esett ember egyetlen reménye az, hogy valaki jön és kimenti, s ha csak néhány lábnyira húzza ki a vízből, akkor is nyomban megkönnyebbül. Éppen így, ha a Krisna tudat folyamata kiemel bennünket a születés és halál óceánjából, azonnal könnyebbséget érzünk. Noha nem tudjuk felfogni a legfelsőbb úr transzcendentális természetét, nevét, dicsőségét és tetteit, ha megszilárdulunk a Krisna tudatban, akkor Isten lassanként feltárja magát előttünk. Saját igyekezetünkből nem láthatjuk meg őt, de ha alkalmassá válunk rá, akkor megnyilvánul előttünk, s akkor megpillanthatjuk. Senki sem parancsolhatja Istennek, hogy jelenjen meg előtte és táncoljon. Úgy kell csinálnunk mindent, hogy Krisna elégedett legyen, s így feltárja magát előttünk. Krisna a Bhagavad Gita-ban beszél nekünk magáról, és amit mond, egy pillanatig nem vonjuk kétségbe, csupán éreznünk kell, meg kell értenünk. A Bhagavad Gita megértéséhez nem szükséges semmiféle előképzettség, mert szavai az abszolút régióból származnak. Az egyszerű folyamat, amit Krisna neveinek éneklése jelent, lépésről lépésre feltár előttünk mindent. Kik vagyunk, kicsoda Isten, mik az anyagi és lelki univerzumok, miért vagyunk feltételekhez kötve, hogyan szabadulhatunk meg ettől a feltételekhez kötöttségtől, és így tovább. Valójában a hit és a kinyilatkoztatás nem idegen számunkra. Minden nap hitünket vetjük valamibe, s biztosak vagyunk benne, hogy az később megnyilvánul. Ha veszünk egy Indiába szóló jegyet, a jegy alapján hisszük, hogy oda visznek bennünket. Másképp miért fizetnénk érte? Pénzt nem adunk akárkinek. A vállalat és a légitárság is hiteles, tehát hiszünk bennük. Hit nélkül egy lépés sem tehetünk a mindennapi életben. Kell, hogy legyen hitünk, de hiteles dolgokban kell hinnünk. Nem vak hitünk van, hanem egy elismert dologban hiszünk. Indiában az emberek minden rétege szentírásként ismeri és fogadja el a Bhagavad Gita-t, és Indián kívül is rengeteg bölcs, teológus és filozófus vélekedik róla, mint rendkívüli, hiteles írásról. A Bhagavad Gita hitelessége nem vitás. Még Albert Einstein, a híres tudós is rendszeresen olvasta. A Bhagavad Gita-tól el kell fogadnunk, hogy van egy lelki univerzum, ami Isten birodalma. Nem lennénk-e boldogok, ha egyszer eljutnánk egy olyan országba, ahol megtudnánk, hogy többé nem kell megszületnünk, megöregednünk, megbetegednünk és meghalnunk. Ha egy ilyen hely létezéséről hallanánk, egészen biztos, hogy mindent megtennénk annak érdekében, hogy eljussunk oda. Senki sem akar megöregedni, senki sem akar meghalni. Valójában szívünk vágya egy olyan hely, ahol nem kell szenvednünk. S hogy miért vágyunk erre? Mert megvan a jogunk, a kiváltságunk, hogy ezt akarjuk. Létünk örök, örömmel és tudással teljes. De az anyagi világ szövevénye befedett bennünket, és elfelejtettük, kik vagyunk. A Bhagavad Gita ezért megadja a lehetőséget, hogy képesek legyünk visszatérni eredeti helyzetünkbe. A szankírták és a buddhisták azt állítják, hogy a túlvilág nem más, mint üresség. Ám a Bhagavad Gita nem ábrándít ki így bennünket.
Az üresség filozófiája csupán ateistákat szül. Mi lelki lények vagyunk, akik boldogságra vágynak, de amint a jövőnket üresnek tekintjük, hajlunk arra, hogy az anyagi életet élvezzük. Az impersonalisták az üresség filozófiáját fejtegetik, miközben a lehető legnagyobb élvezethez próbálnak jutni az anyagi világban. Lehet, hogy a spekuláció így örömet okoz, lelki haszna azonban nincsen. Brahma Bhuta Prasannatma na Sochati na Kanshita Shati Sama Sarvesu Bhutesu Mad Bhaktim Labate Param. Aki ilyen formán eljutott a transzcendentális síkra, az egyszerre megvalósítja a legfelsőbb Brahmant. Sohasem bánkódik, egyenlő minden élő lénnyel szemben. Ebben az állapotban eljut oda, hogy tiszta odaadó szolgálatot végezhet nekem. Bhagavad Gita 18.54. Aki fejlődik a lelki életben, és megízleli Krisna szolgálatát, az automatikusan eltávolodik az anyagi élvezettől. Arra, aki teljesen elmerült a baktiban, az jellemző, hogy Krisna teljes elégedettséget nyújt számára. Holnap folytatjuk az 5. résszel együtt Krisnával. Csodaszép napot kívánok mindenkinek! Hare Krishna!